EDIO Air az idei év egyik legjobban várt kerékpárja volt legalábbis részemről. Az EDIO-t szeretem, az EDIO rendkívül gyorsan fejlődő gyártó, és az Air-rel lényegében állva hagyta a konkurenciát. Ebben a videóban megpróbálom bemutatni nektek ezt a bringát, és elmondani, hogy csupán egy jó kis tech demo lett, vagy pedig egy valóban használható, élvezhető kerékpár. Tartsatok velem! Az EDIO Air egy nagyon jó kis bringa lett, rengeteg technológiai újdonságot pakolt bele a gyártó, és ebben a videóban ezeket mind be is fogom mutatni, illetve elmondom azt is, hogy mennyire sikerültek jól ezek az újdonságok, mennyi értelmük van, mennyi szerepük van, mennyire jó a használatuk. El fogom mondani azt is, hogy mennyire volt jó ezzel a bringával bringázni, vagy mennyi lelket sikerült beletenni, illetve mennyire lett csak egy simán tech demo, ami arra szolgált, hogy bebizonyítsa a piacnak, illetve nekünk, hogy az EDIO egy figyelemre méltó gyártó. Ám mielőtt a részletekbe belemennénk, természetesen megint a szokásos útvonalat fogjuk követni, tehát előbb kicsomagolom, utána elmondom a technikai specifikációt, beszélek egy kicsit az applikációról, mert az is van hozzá, és a végén jöhetnek majd a tapasztalatok, tehát most kezdjünk a csomagolással. Az EDIO Air viszonylag kis dobozban érkezik, ami nem csoda, hiszen maga a kerékpár sem túl nagy. Ezt mutatja egyébként a neve is, hiszen az Air a könnyűségre utal. A gyártó azt mondja, hogy olyan, mint a levegő, csak 16 kiló, és ez egy kerékpár, tehát nagyjából akkora tömege, mint egy kisebb rollernek. A kicsomagolás így aztán viszonylag egyszerű, az összeszerelés még egyszerűbb, hiszen semmit nem kell tennünk, a kerekek a helyükön vannak, ki kell nyitni a vázat, föl kell rakni a kormányrudat, a kormányrudra pedig föl van már csavarozva eleve a kormányszarv, ezzel sincs dolgunk. Ha a kormányrudat a helyére tettük, akkor be kell tennünk még az ülést az ülésruddal, föl kell raknunk a pedálokat, illetve fölcsavarozhatjuk a két sárvédőt, amit kaptunk a kerékpár mellé. Persze ez nem kötelező. Ám ha te úgy döntesz, hogy mégis felcsavarozod, akkor készülj fel rá, hogy ehhez nincs szerszám a csomagban, mert amit beleraktak villáskulcsot, az használhatatlan, úgyhogy készíts elő egy 8-as villáskulcsot, és nem lesz problémád. Kapunk néhány tartozékot is, ahogy mondtam, van sárvédő előre-hátra, van töltőnk, van leírásunk, van egy leírásunk az applikációhoz, és végül kapunk egy pumpát, ami iszonyatosan silány, és szerintem használhatatlan, de benne van a csomagban ez is. A kicsomagoláson és az összeszerelésen gyorsan túl is jutottunk, úgyhogy belevághatunk a specifikációba. Az A20 Air motorja 250 wattos, az akkumulátor pedig mindösszesen csak 9,6 amperórás. A gyártó által megadott maximális sebesség, ahol még a rásegítés működik, 25 km/h. A megmászható legnagyobb emelkedő 20 fokos. És két érdekes adat, a viszonylag kis motor teljesítmény ellenére viszonylag nagy a nyomaték, 37 Nm, és a másik, a viszonylag kis akkumulátor ellenére a megtehető hatótáv egy töltéssel 100 km. A kerekek 20-szorosak, a rajtuk lévő gumi tömlő nélküli. És most jöjjenek a még érdekesebb részek. Elől-hátul tárcsaféket találunk, de mivel ez egy prémium kerékpár, nem mechanikus, hanem hidraulikus tárcsaféket. Még egyel érdekesebb, hogy ezen a kerékpáron nincs váltó, és ennek talán a legfőbb oka, hogy lánc sincs rajta. A gyártó ugyanis lecserélte a láncot, és egy karbon bordás szíjjal oldotta meg a meghajtást. Nagyon lényeges, hogy ezen a kerékpáron már nem pedál, hanem nyomatékszenzor van, ami egy sokkal kényelmesebb, sokkal hatékonyabb működést tesz lehetővé. A nyomatékszenzorról azt kell tudni, hogy nem simán egy ki- és bekapcsoló mechanizmusról van szó, hanem annak függvényében adagolja a motor az erőt, hogy mi mennyi erőt teszünk bele a tekerésbe, mennyire gyorsan akarunk haladni. Ez egy jóval fejlettebb megoldás, mint a pedálszenzor, így aztán az olcsó kerékpárokban nem is találkozhatunk ezzel. Érdekesség még, hogy ezen a bringán van a Bluetooth csatoló, van egy nagyon jó fedélzeti komputerünk, és a Bluetooth csatoló már sejteti, hogy nem csak csatolónk van, hanem van egy telefonos applikációnk is, amin keresztül beállíthatjuk a kerékpár mindenféle beállítását. Az A20 Air maximális teherbírása 100 kg, de ami ennél sokkal érdekesebb, hogy a kerékpár nettó tömege mindössze 18 kg. Nem véletlenül nevezték tehát Airnek, hiszen légiesen könnyű lett. A 18 kg, csak hogy tudjátok mihez viszonyítani, egy kisebb roller tömege, és ebből az EDIO kihozott egy komplett biciklit. A specifikáció a papírforma remek, de hogy ebből mennyire sikerült egy jó kerékpár gyúrni, azt majd most el fogom mondani nektek. Az EDIO A20 Airen ugyanis vannak nagyon jó és vannak nagyon rossz dolgok. Az első anomáliák már az összeszerelésnél kezdődtek, ott, hogy használhatatlan volt a szerszám, amit mellé adtak. Ott, hogy a hátsó lámpa, bár az akkumulátor csomag mellé van elhelyezve,
elhelyezve, nincs fixen bekötve, még csak nem is akkumulátoros, hanem egy sima elemes megoldás. Ráadásul annyira vacak, hogy már szállítás közben szétesett, és soha többet nem is lehetett összerakni úgy, hogy kerékpározás közben ne ugorjon szét. Érdekesség, és nem pozitív értelemben, hogy az EDIO eredetileg 16 kilósként reklámozták. A 16 kilós bringa nálam egy kicsit meghízott, és ennek valószínűleg több oka van. Az egyik oka az, hogy az eredeti kivételhez képest ezen a kerékpáron már nem fix az első villa, hanem rugós taggal ellátott. A másik pedig az, hogy valahol nem stimmelt náluk a mérleg. Ugyanis a rugós taggal ellátott bringánál a gyártó már nem 16, hanem 18 kilót ad meg, míg ha én felrakom a mérlegre ugyanezt a bringát, akkor nálam már 20 kilót mutat. Tudom, a 20 kiló is nagyon jónak számít, de azért a 16 vagy 18 kilóhoz képest mégiscsak egy ilyen 10-15%-os plusz, és azért ezt nem vártam volna. Nagyon jó, hogy ez a bringához kapunk már Bluetooth csatolót, illetve kapunk applikációt, ám itt is vannak apró problémák. Kezdjük ott, hogy a kerékpár mellé adott leíráson lévő QR kód nem vezet sehova, tehát onnan nem lehet letölteni az applikációt, pedig onnan kéne. Nem vagyok elveszett ember, úgyhogy elmentem az App Store-ba és letöltöttem a megfelelő programot, ez működik is. A program indítása után kiderült, hogy én a 123-as verziót töltöttem le, ezt használom, viszont van lehetőség update-elni a 124-es verzióra. Az update-et megnyomva homokórázik egy csomót a program, és aztán nem történik semmi. A funkciók lényegében működnek a programban, de ígérte a gyártó egy olyan dolgot, ami igazán felkeltette a figyelmemet, ez pedig a navigáció lehetősége volt. Na, pont ez hiányzik belőle. Az a helyzet ugyanis, hogy a középső nagy Go gombra kattintva kírja a program, hogy ez a funkció még nem érhető el. Ezt nem is érezném problémának akkor, hogyha a bringa egy hete jött volna ki, de immár fél éve piacon van, úgyhogy azt gondolom, hogy talán ideje lett volna ezt a funkciót beépíteni, már csak azért is, mert ez az elektronikus rendszer, ez a kijelző, ez a Bluetooth csatoló és ez a program immár nem csak az A20 érhez, hanem több EDIO kerékpárhoz is használható. Őszintén szóval egy kicsit meglepődtem azon is, hogy ezen a kerékpáron van lengéscsillapító elől, hiszen eredetileg nem volt egy fix villát adott a gyártó, ami nagy valószínűséggel megint csak a súlycsökkentés miatt volt kívánatos. Ám a kerékpárra szerelt vékony gumik, amik valószínűleg egy csökkentett gördülési ellenállásra rendelkező megoldások, elég merev falúak lettek, és így aztán rossz minőségi úton iszonyatosan ráznak. Pontosabban ráznának, hogyha nem lenne lengéscsillapító a kerékpáron, mert hogy ezen már van. Így aztán ma már nem csak az A20 ér kapható a boltokban, hanem az A20 S ér is, és ez a kerékpár az, ami hozzám érkezett tesztre. Tehát ebben az esetben az S betű jelenti a teleszkóp meglétét. Nagyjából eddig tartottak a rossz dolgok, és innentől már csak jó dolgokról tudok beszámolni, hiszen az A20 S ér egy igazán bomba jó bicikli lett. Valóban felső kategóriás bringa, minden porcikája, minden alkatrésze ezt mutatja. Iszonyatosan jó az összeszerelés minősége, nagyon-nagyon szép a váz, nagyon szép a fényezés, minden tökéletes rajta. A váltó, illetve a lánc hiányát egy picit szokni kell a szemnek, de valljuk be, azért ezt nem nehéz megszokni, főleg, hogy nagyon jól néz ki rajta a bordás szíj. És főleg, hogy a bordás szíj pont olyan, mint amilyennek vártuk, tehát abszolút csöndes és abszolút gondozásmentes, menet közben alig hallható surrogás érkezik csak a hátsó kerék felől. Ahogy mondtam, a motor teljesítménye mindössze 250 watt, viszont ehhez képest a 37 Nm nyomaték igazán combosnak mondható, és ez érezhető a használat közben is. A nyomaték szenzor érdekesen működik a pedál szenzorhoz képest, hiszen itt nem arról van szó, hogy megmozdítjuk a pedált és rögtön maximális teljesítménnyel bekapcsol a hátsó motor, hanem annak függvényében, hogy milyen gyorsan haladunk, kapunk több és több energiát. Amikor elkezdtem tekerni, úgy gondoltam, hogy itt lehet, hogy egy picit probléma lesz a motor teljesítményével, mert 5-10 km/órás sebesség között viszonylag nagy erőt kellett már beletennem a hajtásba. Viszont az történt, hogy ahogy egyre gyorsabban hajtottam, egyre több lett az energia, amit a motor beletett ebbe a rendszerbe, és 25 km/óránál pontosan ugyanolyan nehéz volt hajtani, mint előtte 5-10 km/órás sebesség között. Ez a megoldás nem csak kényelmes, nem csak elegáns, hanem iszonyatosan hatékony is. Sajnos erre a bringára nem jutott annyi idő, mint amennyit szerettem volna, így mindösszesen 10 km tudtam vele letekerni, de ami az érdekes, hogy ez alatt a 10 km alatt az akkumulátor töltöttsége mindössze 11%-ot csökkent.
Oké, tény, nem hajtottam ki a szemét, leginkább városi közlekedésre használtam, olyan helyen, ahol nem kellett túl gyorsan menni. Ám az Edio ér pont ilyen kerékpár, tehát a gyártó ezt a bringát nem az erdőben, nem a természetjárásra, hanem városi közlekedésre tervezte. Városban pedig nem nagyon fogunk 15-20 km/h-nál gyorsabban haladni, főleg egy zsúfolt kerékpárúton. Az Edio A20S érnek pedig a város lesz tehát a terepe, úgyhogy ha figyelembe veszük azt, hogy a megtett 10 km alatt 11%-ot csökkent az akkumulátor töltöttsége, akkor már nem is tűnik akkora bugyutaságnak a gyár által megadott 100 km-es hatótáv. Sajnos az én tömegem közelíti a bringa maximális terhelhetőségét, tehát hogyha te ennél könnyebb vagy, mondjuk 75-80 kg, akkor ilyen feltételek mellett, ilyen felhasználási mód mellett akár meg is lehet a 100 km. Mit mondhatok összegzésképpen? Hát nagyjából annyit, hogy az Edio Air egy iszonyatosan érdekes kerékpár lett, és amit belepakoltak technológiai újdonságot, az mind működik. Vannak rajta apróságok, mint például a hátsó lámpa, ami azért picit megkeseríti az ember szájának az ízét, mert úgy egyébként az A20 Air egy iszonyatosan jó bringa. Ezt a csúcskategóriát mutatja az ár is, ami 540 000 forint, de hát lássuk be, csúcskategóriáért soha nem kellett keveset fizetni. Próbáltam ezen valamennyit faragni, próbáltam kikönyörögni kuponkódot hozzá, és sikerült is. A videó, illetve a cikk mellé kapott kuponkóddal nem kevesebb, mint 100 000 forintot tudunk most spórolni. Igaz, mindössze 20 darab kerékpárra kaptam meg ezt a nagyon jó árat. Ez azt jelenti, hogy a YouTube-on a videó alatt elhelyezett kuponkóddal 445 000 forintért már beszerezheted az A20 Air S-t. Ha tehát te szeretnél egy igazi csúcskategóriás bringát, amihez később venned kell majd egy hátsó lámpát, akkor ne habozz, rendeld meg, nem fogsz benne csalódni, ezt garantálom. A YouTube-on a videó alatt meg fogod találni a linket, ami az áruházhoz vezet. Meg fogod találni az írott cikkre mutató hivatkozást is. Ha érdekel a kerékpár, mindenképpen ezt olvasd el, ebben további információkat is fogsz találni, illetve nyilvánvalóan további képeket is fogsz találni. Ugyanígy a videó alatt, tehát elhelyezem akkor a kuponkódot is, amivel olcsóbbá teheted ezt a kerékpárt. És itt most akkor zárom is ezt az adást. Ha tetszett, most nyomd meg a lájkot, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a harangot, hogy ne maradj le egyetlen adásról sem, és hogyha valamelyik ismerősödnek szüksége lehet egy A20 Air kerékpárra, akkor ajánld neki ezt a videót. Köszönöm, hogy végignézted a műsort, legyél jó, vigyázz magadra, jövő héten újra találkozunk, sziasztok!